Szondával szűrik a sofőröket Nyíregyháza egyik legforgalmasabb bevezető szakaszán. A leterelt autósokat a gyors fújás után itt éppen tovább engedték, senkit sem kellett előállítani. A fokozott ellenőrzés még vasárnapig tart. Az egyenruhások célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülőket szűrik ki. A Vármegyében minden helyi szernek a területén, illetve egészségi területén, kivezető utakon, ki és bevezető utakon, lakóterületen belül, forgalmasabb utcakaszokon, ahol jellemző lehet a korábbi tapasztalatokból adódóan, hogy az ittas járművezetés. Ebben az időszakban ezeket ellenőrizik a kollégáim. Helyszínen természetesen annak megfelelően, hogyha ne találnak különböző tüneteket észlelnek, és ha esetleg az a drogfogyasztást utal, akkor azt is megteszik, akkor is a szükséges intézkedéseket. Ott a helyszínen az ellenőrzés során van úgynevezett hiteles mérőeszköz, amivel tudja fújni az emberke, és ha elfogadja az értékeket, akkor további intézkedés véget maximum előállítják kihallgatásra, hogyha bűncselekmény értéket fújt, ha pedig közigazgatási bírságra vonatkozó értéket fújt az emberke, akkor a helyszínen is ki tudja fizetni, mert tudja fizetni a büntetését. A közigazgatási bírság összege 130 ezer forint is lehet. Itt a legmagasabb fújható érték 0,25 század milligram per liter, akinek viszont e feletti értéket mutat a szonda kijelzője, annak a helyszínen elveszik a jogosítványát, és büntető eljárást is kezdeményeznek ellene. A statisztikák alapján az elmúlt évekhez képest kevesebb személyi sérüléses baleset történik bódult állapotban vezető sofőrök miatt. Az ittas járművezetés vonatkozásában a Vármegye a személyisérüléses balesetekre vonatkozólag tudom ezt mondani, jobban állunk, mint a korábbi évekhez képest. Gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy a hely közel egy felére csökkent a korábbi évek tapasztalatai alapján. A mostani időszakban az, hogy a személyisérüléses baleseteknél az ittas járművezetés nincs olyan szinten jelen, mint a korábbi években volt sajnos. Az ittas és a bódult állapotban történő vezetés valamennyi európai országban kiemelt jogsértésnek számít. Fontos tudni, hogy nem csak a szeszes italoknak és a kábítószereknek van bódító hatása, hanem egyes gyógyszereknek is. Ilyenek az erősebb fájdalomcsillapítók, nyugtatók vagy kedélyjavítók. Az adott készítmény tájékoztatójában jelölik a vezetéssel való összeférhetőséget. A szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, ha valaki szokatlan bágyadságot érez új gyógyszer szedésekor, ne üljön volán mögé, amíg az okot ki nem deríti, vagy a tünet el nem múlik.